önfertőzöttek világszervezete 1982 óta szervezi minden évben a gyertyafényes virasztást, illetve megemlékezést az AIDS-ben meghaltak emlékére, és azért, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a HIV-járványnak távolról sincsen még vége. Jól lehet, a ma már elérhető gyógyszeres kezelés mellett a HIV-fertőzés már nem halálos ítélet, és a megfelelően kezelt HIV-fertőzöttek ugyanannyi ideig élnek, mint a nem fertőzött társaik, de csak akkor, ha a fertőzést időben felfedezik. A fertőzés időben minél korábban történő felfedezése, diagnózisa, tehát feltétlenül fontos feladat. Sajnos Magyarország még mindig sereghajtó, ami az évente elvégzett HIV-tesztek számát illeti. Ezért azt sem tudjuk pontosan, hogy hány ember él Magyarországon HIV-vel. Pedig a HIV-fertőzés nem válogat. Idősek és fiatalok, nők és férfiak, melegek és heterók egyaránt megfertőződhetnek. Ezért fontos a rendszeres tesztelés, és ezért fontos az, hogy pontos és helytálló információkat terjesszünk. Az Alternatíva Alapítvány jóvoltából ma is lehet HIV-tesztet csináltatni, ott az asztalnál, illetve azt is szeretném még elmondani nektek, hogy az idei megemlékezés mottója úgy hangzik, hogy támogasd a jövőt. Egy kicsit szeretnénk arról is gondolkodni, hogy mit jelent a jövő itt Magyarországon azoknak, akik HIV-vel élnek, és azoknak, akik szeretnék megelőzni a HIV terjedését, amennyire csak lehetséges. Ez az a feladat, amiben együtt kell működnünk, fertőzötteknek és nem fertőzötteknek, pácienseknek és döntéshozóknak, és mindenkinek, mert ahogy mondtam már, a HIV nem válogat, és mindannyiunk közös ügye. Egy-egy cédulára írjátok fel azt az üzenetet vagy gondolatot, ami a HIV-fertőzéssel kapcsolatban és a jövővel kapcsolatban eszetekbe jut, és tűzzétek ki ott a hátatok mögött látható lepedőre, amit majd lefényképezünk, és az összes fényképpel együtt, ami a mai gyertyagyújtásról készül, el fogjuk juttatni a Nemzetközi Szövetségnek, hogy ezzel is azt mutassuk, hogy részei vagyunk ennek a mozgalomnak, hogy Magyarországon is történik valami, különösen Magyarországon, amikor tudjuk, hogy a HIV-járvány most a legjobban, a leggyorsabban, éppen Közép- és Kelet-Európában terjed. Itt van a legtöbb munka, itt van a legnagyobb feladat, ami vár ránk.